Új eljárás, speciális szívkatéteres beavatkozást végeztek a kórházban. Kiállítás, különleges karácsonyi enteriőrök a Városháza dísztermében. Győzelem Zsinórban a 9. győzelmét aratta a Hübner Nyíregyháza BS. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Új életmentő műtéti beavatkozást végeztek a Józsa András Oktató Kórházban. Az intézményben pénteken két paciensnél is alkalmazták a rotablációs szívkatéteres beavatkozást, amire eddig Nyíregyházán még nem volt példa. Az új speciális szívkatéterezés olyan betegek esetén alkalmazzák, ahol a meszesedés miatt a hagyományos eljárás hatástalan. Fáj, azt éreztem. De kibírtam. Egy speciális szívkatéteres beavatkozást hajtottak végre a 74 éves Fazekas Sándornén. A tiszadobi Rózsika néni láthatóan jól van. Ez volt a 4. szívműtétje. Korábban is katéterezték, de a szíverek meszesedése miatt visszakerült a kórházba. Most egy új beavatkozással segítettek rajta. Nem volt elérhető ez a bizonyos rotablációs eszköz. 2000 szívkatéterezést végeznek el évente a Józsa András Oktató Kórházban, de vannak olyan esetek, amelyeknél a hagyományos beavatkozások már nem hatékonyak. Nagyfokú meszesedés, elzáródás esetén egy speciális eljárásra, új technikára, egy rotablációs eszközre van szükség. Mostantól ez is elérhető Nyíregyházán. A rotabláció szívkatéteres eljárással a kritikus méretű szűkületeket is meg tudják nyitni, ugyanis egy miniatűr, nagy teljesítményű fúróval átfúrják az elmeszesedett tereket. Pénteken már két ilyen műtétet is elvégeztek Nyíregyházán. A levezetett dróton keresztül egy fúrót is bejuttatunk a szűkületbe, amelynek apró gyémánt szemcsés bevonata van, így képes a nagyon kemény meszet is lecsiszolni, lefúrni a szűkületből, és ezáltal kezelhetővé teszi a szűkületet, nem csak az általa eltávolított anyag miatt, hanem azért is, mert egy olyan vibrációs energiát közvetít a szoros mézgyűrűnek, amelynek a megrepedése lehetővé teszi a továbbiakban a szűkület tágítását. Az ilyen beavatkozásokat igénylő betegeknek eddig Debrecenbe kellett menni, mert csak ott tudták elvégezni az eljárást. Dr. Adorján Gusztáv a kórház főigazgatója elmondta, az intézmény számára nagy előrelépés, hogy olyan szívkatéteres beavatkozásokat is el tudnak most már Nyíregyházán végezni, amik korábban elképzelhetetlennek tűnt. Egy-egy ilyen beteg bekerült, azt nem tudtunk segíteni. Ez most hála Istennek sikeres. Tanár úr, kőszegi tanár egyébként a debreceni klinikán is oktat, és ezt a módszert ott sajátította el, és azt hozta át ide most hozzánk, és hát most már itt a Szabolcs-Szatmár-Beleg megyei betegek is tudják ennek a jótékony hatását, hogy mondjam, hát élvezni. Az új szívkatéteres eljárásokhoz a kórház eszközparkjának fejlesztésére is szükség van, erről már Szondi Zita beszélt. Az orvosigazgató elmondta, hogy újabb berendezések vásárlásáról döntöttek. Várhatóan a hemodinamikai laborban, ahol most vagyunk, egy új nagyértékű kombó röntgenkészülék beruházásra kerül sor, reméljük a következő évben, amely még szélesebb palettában lehetőséget teremt majd a szív érrendszeri betegek kezelésére. A szív- és érrendszeri megbetegedések Magyarországon még mindig vezető haláloknak számítanak, ezért is fontos, hogy Nyíregyházán új készülékeket és új eljárásokat honosítanak meg, mert az ilyen megbetegedések esetén a gyors szakszerű beavatkozások életet menthetnek. Délről és északról, Görögországból és Norvégiából is érkeztek vendégek a szakképzési centrumba, hogy megismerjék a digitális közösségi alkotó műhely oktatási módszereit. A vendégeket dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző fogadta a Városházán. Elismertem példaértékű a nyíregyházi szakképzés, hiszen alkotó műhelyében az élménypedagógia eszközeivel tanítják a jövő szakembereit. Itt jelen vannak a drónok, a robotika, a hegesztő szimulátor, fa- és könnyűipari megmunkáló eszközök. Ennek gyakorlatát mutatja meg a szakképzési centrum a Tempusz közalapítvány Erasmus Plus programjában, mely a jó gyakorlatok cseréjére épül. A partner találkozó 14 vendége spanyol, olasz, portugál, görög és norvég intézményvezető, illetve pedagógus.
Én úgy gondolom, hogy nekünk van mivel dicsekednünk. A digitális közösségi alkotó műhely, tudjuk, hogy elsőként nyílt meg az országba, de továbbra is nagyszerű lehetőséget kínál a fejlődni kívánó pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt. Maga ez az alkotó pedagógia, ez úgy gondolom, hogy minden országban példaértékű lehet. Mi pedig kíváncsian várjuk, nagyon sok mindent látunk, hogy ők miben jók, hogy hogyan mutatják ezt meg nekünk, úgy gondolom tőlük is fogunk tudni tanulni. Portugáliából például egy magániskola érkezett, ahol minden képzés vállalkozásokkal közösen működik. A részletek a további napokban derülnek ki, hiszen most találkozott első ízben a pályázat mind a 6 résztvevője. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző fogadta a vendégeket, kikkel interaktív időt töltött a Városházán. Bemutatta és megmutatta a hivatalt. Maria görögországi iskolájában műszaki szakembereket, autógyártókat, illetve a szépség szakmában fodrászokat és kozmetikusokat tanítanak. We work 5 days per week. 5 napot járnak ők is iskába egy héten, 35 óra körülbelül a tanítási órák száma, ebből körülbelül 20 elmélet és 15 a gyakorlat. 3 év után sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek a gyakorlati oktatásra, akkor már külső cégeknél vannak a diákok, és ott már sokkal gyakorlatiasabb az oktatás. A hírek szerint Görögországban is kincs a jó szakember, a vállalkozók a legjobb tanulókat már az iskolában megkeresik. A partner találkozó házigazdája a következő 2 évben utaznak, hogy sorra megismerjék a pályázatot nyert intézményekben folyó szakképzést a munka jövőjéről és a jövő állásáról hirdetett program támogatásával. Az Európai Közlekedés-Rendészeti Szervek Hálózatának éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is ellenőrzést tart 2019. december 9-e és 14-e között a megye útjain. A TISPO European Operation Alcohol and Drug európai szintű ellenőrzés keretében az ittas és bódult állapotú járművezető kiszűrése az elsődleges cél. Karácsonyi mesevilágba csöppenhetnek az érdeklődők a Városházán. Különleges tárlat várja a Krúdi teremben a városlakókat. Az ünnepi hangulatokat a tavalyi évhez hasonlóan Gerlicki Zoltán, enteriőr tervező, mester virágkötő és csapata álmodta egységbe, ami minden korosztály részére nyújt érdekességeket. A tárlat ingyenesen látogatható december 17-éig. Gerlicki Zoltán, enteriőr tervező, mestervirágkötő és csapata már másodjára varázsolhatott karácsonyi hangulatot a Városháza Krúdi termébe. A tavalyi egységes színvilágtól eltérően idén sokkal színesebb a kiállítás, másabb a hangulat és több lehetőség van a selfie fotókra is. Az elmaradhatatlan ünneplőbe öltözött fenyőfák a kiállítás minden szegletében megtalálhatóak. A különböző dizájnok között akad egy kék-piros világító kisautókkal és macikkal. A lábainknál mini vasút modellt is felfedezhetünk, de fehér ezüst vintage stílusban is gyönyörködhetünk, hangulatos kandallóval, macikkal és egy óriás hóemberrel. Az asztalon ünnepi műédességek, habos-babos sütik és makaronok sorakoznak egymás mellett. Akkora sikere volt a tavalyi kiállításnak, hogy már januárban fölkért a város arra, hogy az idén is én rendezem be a Krúdi termet. Ennek kapcsán az volt az egyik kérés, hogy olyan enteriőröket is csináljunk, ahol akár szelfizhetnek is az emberek. És ebből az apropóból 5 enteriőrt láthatnak a Városházán. Csináltunk egy gyerekszobát, egy fiúszobát, egy skandinávos jellegű kiállítási anyagot, illetve volt egy barokkos anyag és egy modern. Is, tehát többféle verzióban, és a vintage-et hagytam ki, pedig az egy nagy kedvenc szerintem mostanában mindenkinek. Tehát igazából ez az 5 interiőr van, amiben akár be is lehet ülni, és akkor lehet telefonnal fényképeket is készíteni. Az egyik asztali dísznél Vanda orchideákat is láthatnak az érdeklődők, de idén elsősorban a díszek, tárgyak kaptak hangsúlyt a kiállításon. Leginkább kellékeket használtunk ebben az évben, különböző gömböket, meg színkombinációkat. Tehát igazából a fiús enteriőrben egy ilyen piros-kék dekorációt láthatnak, ami kicsit a város színeire is hajaz, hiszen a város zászlainak színe is ugyanez. Valamint hát nagy kedvenc a púderrózsaszín, a púderszínek azok még mindig teret hódítanak, tehát ezek is láthatók. Valamint a mentazöld jelent meg az idén, és ez a modern enteriőrben foglal helyet.
A századfordulót is megidézi az egyik enteriőr, többek között porcelán babákat is szemügyre vehetnek a tárlat látogatói. A Csillagporos Karácsonyunk című kiállítás december 17-ig látogatható ingyenesen a Városháza első emeletén a Krúdi teremben. Hétköznap 9 és 19 óra között, hétvégén pedig 10 és 19 óra között. Karácsonyi bazárral várja az érdeklődőket az Állatbarát Alapítvány. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. A benzin átlagára bruttó 2, a gázolaj átlagára pedig bruttó 3 forinttal csökken, annak ellenére, hogy jelentősen emelkednek a nemzetközi olajárak, az üzemanyagárak itthon újra csökkennek, így szerdától a 95-ös benzin literenként 382 forintba kerül majd, a gázolaj átlagára pedig 406 forint lesz. Ráfutásos baleset történt hétfő este felé az Orosi úton, egy autós forgalmi okok miatt fékezett, ám erre a mögötte érkező nem reagált időben, így nekiütközött, a balesetben senki nem sérült meg. Baleset történt a Nagyvárad és a Kálói út kereszteződésénél, rendőri intézkedés követte az esetet. Parkoló autónak ütközött egy ismeretlen jármű kedd délelőtt a víztorony mellett, az okozó járművezető elhajtott a helyszínről, ám egy szemtanú felírta a rendszámát és értesítette a rendőrséget. Forgalmi rendváltozás a Kalevala sétánynál, az utca egy bizonyos szakaszát egyirányosították, az ott lakók kérésére fokozott figyelemmel közlekedjenek az arra haladók. Idén, mint ahogy már egy évvel ezelőtt is, az Állatbarát Alapítvány nem a belvárosban, hanem a Csatorna utca 2 szám alatt az állatotthonuk telephelyén várja karácsonyi bazárral az érdeklődőket. Semminek nincs konkrét ára a bazárban, a kiválasztott tárgyakért cserébe egy ládába lehet bedobni a menhely lakóinak adományozni kívánt összeget. Fekhelyek, játékok, felszerelések, minden, amire kutyusunknak és cicusunknak szüksége lehet. És nem csak négylábú barátainknak választhatunk ajándékot a karácsonyfa alá, hiszen egyedi tárgyakra, díszekre, porcelánokra s mindenféle kincsekre bukkanhatunk az alapítvány karácsonyi bazárjában. Igazi piaci hangulat várja az érdeklődőket az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai telephelyén december 23-áig minden nap 8 és 16 óra között. Az alapítvány tavaly a karácsonyi vásáron eladott tárgyakból több mint 400 ezer forintot gyűjtött össze, melyet elsősorban védenceik orvosi ellátására és gyógyszerekre fordítottak. Idén második alkalommal vagyunk itt a menhelyen, itt rendeztük be a karácsonyi vásárunkat. Az eddigi évek során folyamatosan a belvárosban voltunk, a Sétáló utcában, viszont a tavalyi év tapasztalatai azt mutatják, hogy sokkal jobb itt berendezni ugye ezt a karácsonyi vásárt, azért, mert ugye itt melegben tudnak válogatni az emberek. Hál' Istennek egyre több adományt kapunk az emberektől, ugye van egy ilyen kis akciónk, ez az adj egy tárgyat az állatokért elnevezésű kis akció, és nagyon sokan hoznak különféle adományokat. Kutyajátékoktól kezdve mindenféle csecsebecsét, és itt ugye sokkal nagyobb helyünk van kipakolni is, tudnak kényelmesen válogatni az emberek, és hát nem titkolt célunk az, hogy kicsaljuk ugye a látogatókat, hiszen tél van, ilyenkor az ember nehezebben mozdul ki, nyáron, tavasszal össze sokkal több ember dönt úgy, hogy kijön esetleg sétáltatni, meglátogatni a védenceinket, ilyenkor viszont kevesebb a látogató, úgyhogy ez gyakorlatilag egy nagyon pozitív hozadéka az itteni karácsonyi vásár annak, hogy kicsit többen látogassanak ki, ugye a szokásosnál. Az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai állatotthona folyamatosan teltházzal működik. Jelenleg közel 200 kutya és 40 macska várja szerető gazdiát. A zsúfoltság tovább fokozódik, ugyanis a téli időszakra jellemző, hogy lényegesen csökken az örökbefogadási kedv. A leendő gazdik a menhely lakóival a szervezet honlapján is megismerkedhetnek, hiszen minden bekerült kutya és macska fényképpel, rövid leírással együtt a weboldalukon is látható. Örökbefogadás esetén a kutyák oltva, féreghajtva, csippelve, a felnőtt állatok ivartalanítva kerülnek új otthonukba. 9. győzelmét aratta Zsinórban a Hübner Nyíregyháza a férfi kosárlabda bajnokságban, a Mieink legutóbb Budafokon győztek, csütörtökön pedig a MAFC-ot fogadják. A fővárosiak a 3. helyen állnak a tabellán, az elmúlt 3 meccsüket megnyerték, így nehéz találkozó vár a nyíregyházi cápákra. A tabella élmezőnyéhez tartozó Budafok vendége volt a Hübner Nyíregyháza vs. A hétvégén a cápák remek formában várhatták a találkozót, mivel 8 meccset nyertek Zsinórban.
Az első negyedben bizonyították nem véletlenül, komoly előnyt sikerült kiharcolni már az első játékrészben, és a nagy szünetig tovább nőtt a különbség. Sőt, a folytatásban is remekül dobtak a mieink, így a végén már csak az volt a kérdés, megszületik-e a 100. pont. Végül ez nem jött össze, a 9. győzelem viszont igen, a mieink 99-67-re nyertek. Természetesen jó győzni, és teljesen másképp alakul a csapatnak az egész heti munkája, vagy a következő mérkőzésre való felkészülése is, hogyha egy győztes mérkőzés után vagyunk, de figyelni kell arra, talán néhány héttel ezelőtt említettem már ilyet, Guardiola, amikor megnyerte a Barcelonának a Bajnokok Ligáját, akkor a vezetőség elé tárta, hogy hogyan szeretné fejleszteni a csapatát. És erre mondták neki, hogy miért, hiszen neked van a világon a legjobb csapatod, és erre azt mondta, hogy ez így van. Ezért akar mindenki minket megverni, és nem szabad megállni, hanem fejlődni kell tovább. Csütörtökön már hazai környezetben játszanak a Cápák, a MAV érkezik Nyíregyházára. A fővárosiak a harmadik helyen állnak a tabellán, az elmúlt 3 meccsüket megnyerték, így nehéz találkozó vár a mieinkre. Ami a statisztikákat illeti, az amerikai Hobbs 23,4 pontjával a második helyen áll a pontátlagok tekintetében. Bazsó Bruno a lepattanó búsiván a gólpasszok mutatójában a csapat egyik legjobbja. A MAV elleni meccs csütörtökön 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. És most nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Új életmentő műtéti beavatkozást végeztek a József András Oktató Kórházban. Az intézményben pénteken 2 páciensnél is alkalmazták a rotablációs szívkatéteres beavatkozást, amire eddig Nyíregyházán még nem volt példa. A speciális szívkatéterezést olyan betegek esetén alkalmazzák, ahol a meszesedés miatt a hagyományos eljárás hatástalan. Karácsonyi mesevilágba csöppenhetnek az érdeklődők a Városházán. Az ünnepi hangulatokat a tavalyi évhez hasonlóan Gerlicki Zoltán enteriőr tervező és csapata álmodta egységbe. A tárlat ingyenesen látogatható december 17-éig. 9. győzelmét aratta Zsinórban a Hübner Nyíregyháza a férfi kosárlabda bajnokságban. A mieink legutóbb Budafokon győztek, csütörtökön pedig a MAVC-ot fogadják. A Nyíregyházi televízió híradóját látták. Mindjárt jön az időjárás jelentés, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!